Nagy érdeklődés kísérte a József Attila Művelődési Házban tartott beiskolázási fórumot. A nagycsoportos óvodások többsége számára szeptemberben megnyitja kapuit az iskola. A játékok mellé iskolatáskát, füzeteket, tankönyveket kapnak, megkezdődik a tanulás. A beiskolázási fórum elsődlegesen azzal a céllal kerül megrendezésre, hogy a szülőknek, az iskolák közvetlen tájékoztatást tudjanak adni a beiskolázással kapcsolatban, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról, illetve arról, hogy milyen osztályokat fognak indítani. Mindig a bemutatkozással kezdődik, az iskolák bemutatják a kínálataikat, és utána a szülők pedig dönthetnek, hogy mit szeretnének, bár hozzáteszem, hogy a körzethatárok miatt azért behatárolt ez a döntési lehetőség, de a tájékoztatás az mindenképpen fontos. A tapasztalatok szerint milyen kérdések foglalkoztatják leginkább a szülőket? Elsősorban arról tudok beszélni, ami az elmúlt időszakban az óvodát jellemezte ebből a szempontból, hiszen ugye az iskola érettségről magáról volt szó, és el kellett dönteniük a szülőknek azt, hogy a lehetőségekkel hogyan kívánnak élni. Ugyanis a tanköteleskorú gyerekek számára több lehetőség is van. Aki eléri az iskola érettségi fejlettséget, azt beiskolázzuk, de ahol esetleg úgy látjuk, hogy még jobb lenne neki egy évet az óvodában játszani, ott még lehetőség van arra, hogy maradjon egy évet. Milyen szempontokat javasol figyelembe venni a beiskolázás kapcsán? Az iskolaválasztás lehetősége azért eléggé korlátozott a szülők számára, hiszen a körzet az fogja meghatározni, hogy melyik iskolába tudják beiratni a gyerekeket. De mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy olyan tanítónénit próbáljanak megválasztani, aki szimpatikus mind a kettőjük számára, és ezeknek az eldöntésére most lehetőséget fognak biztosítani az iskolák, mert sok helyen már meghirdették a beiratkozás előtti nyílt napokat, és javaslom is, hogy ezekre a nyílt napokra, ha tehetik, akkor menjenek el, és nézzék meg, az iskolában milyen munka folyik. Hány gyermeket érint idén városunkban a beiskolázás? Hát erről most csak a meseóvoda és a napsugároboda vonatkozásában tudok pontos számot mondani. A napsugároboda-ban 30 gyermek fog iskolába menni, a meseóvoda-ban pedig 90. A Hécin Virágóvoda és a meseóvoda szervezi a beiskolázási fórumot. Hogyan segíti ez a rendezvény az óvónők munkáját? Mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolat az iskola és az óvoda között meglegyen, és ez is egyfajta ápolása ennek a kapcsolatnak. Azon túl természetesen, hogy más kapcsolatunk is van az iskolákkal. Minden évben november tájékán meg szoktak bennünket hívni az első osztályosokhoz, ahol lehetőség van megnézni, hogy hogyan teljesítenek a kicsik, illetve minden évben május hónapban ellátogatunk az óvodásokkal, a még óvodásokkal az iskolában, ahol lehetőségük van beülni a padba, és egy kicsit kipróbálni az iskolás milliót. Hajdú Zsolt, az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság elnöke köszöntötte a fórumra látogató szülőket. Éppen itt azt beszélgettük előtt, hogy milyen hagyományai vannak ennek az összejövetelnek. Hát még abból az időből származik, amikor ugye az iskolák az önkormányzathoz tartoztak, amikor egy becsengetés nevezetű kiadványt is kiadtunk, amely az iskolába menők szüleinek tájékoztatását szolgálta. Ez egy jó kiadvány volt, azzal együtt itt mégis megtartottuk mindig ezt a beiskolázás előtti összejövetelt. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vannak itt, tele van a kultúrház, és hát regnáló iskola igazgatóként, egy középiskola igazgatója vagyok, meg szoktam mindig dicsérni a szülőket, az is egy izgalmas szakasz, amikor majd 8. osztály után ugye középiskolában megy a gyerek, hogy eljönnek és érdeklődnek, kérdéseket tesznek föl. Sokkal rosszabb nekünk egyébként pedagógusoknak az, amikor majd már amikor ott vagyunk a küszöbön, akkor találkozunk mindig értetlenséggel. Úgyhogy dicséret mindenkinek, aki itt van. Aztán nyilván az is hozott ide ilyen sok embert, mert hogy azért ez egy nagyon fontos pillanat a gyermek életének. Az is fontos persze, amikor óvodába ment, és 4 gyerekes apaként már átéltem azt, amikor óvoda és iskola közötti dilemma volt. Menjen, melyik iskolába menjen, már ennek ugye vannak kötöttségei, és hát ki legyen a tanítónéni, milyen
program szerint tanuljon. Tehát számos olyan elmélyítendő kérdés van, amely közül szerintem jó néhányra itt ma este választ lehet kapni. Köszönöm szépen az óvodavezetőinknek, hogy ezt megszervezték, ők állnak a háttérben, és nagyon köszönöm a helyi általános iskolák igazgatóinak, képviselőinek, tanítóknak, akik most itt vannak, és jelzi azt, hogy ők is nagyon komolyan veszik. Mi már csak félig vagyunk jelen, ugye az óvodák részéről, mert ezek az önkormányzathoz tartoznak, de biztos mondhatom, hogy nem szakadt meg a jó kapcsolat az általános iskolákkal, és számos ponton igyekszünk őket támogatni. Nem szaporítom a szót, mindenkinek nyugodt és békés időszakot kívánok, remélhetőleg abban az iskolában, olyan képzési modellben, olyan osztálytársakkal fognak kerülni, amelyeket egy kicsit elgondoltak. Azért hadd mondjam azt megint a pedagógus bíjki belőlem, hogy nem lehet mindent előre megtervezni. És nem lehet mindent előre pippakra berakni. Van ennek némi bizonytalansága, de ez nem rossz értelemben, mert bizonytalanság. Merjünk és bízunk abban is, hogy a gyerekeink majd meg fogják találni helyüket az adott közösségben, ahova jutnak. Ez tulajdonképpen feladat számukra is, szülők számára is. Úgyhogy sok sikert kívánok a beiskolázásodban. Köszönöm szépen! Gerber Ferenc, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a nemzetiségi nevelési és oktatási formák lehetőségeire hívta fel a figyelmet. Akik nemzetiségi óvodába iratták már a gyerekeiket, tudják nagyon jól, hogy a gyerekek milyen könnyen tanulják a mondókákat, énekeket, verseket, és hogy ez a folyamat ne szakadjon meg, ugye ez nagyon jó, hogyha az általános iskolában minél előbb folytatódik. Na most az, aki nemzetiségi osztályba iratja a gyermekét, azok már első osztálytól tanulják a német nyelvet, és ugye ez 8 éven keresztül a 8-dikre egy nagyon komoly szókincsel rendelkeznek. Ugye a magyar állam is felkarolja a nemzetiségi tanulókat, hiszen észrevették, hogy nagyon fontos a magyar gazdaságnak a nemzetiségi képzések, ezért nagyon komoly lehetőségek vannak a nemzetiségi tanulóknak, például a nyelvi táborokon való részvétel. A nemzetiségi önkormányzatunk is a nemzetiségi osztályokat támogatja a szótárakkal, illetve a tanulást segítő különböző segédeszközökkel, hogy minél magasabb színvonalon és minél jobban el tudják erre sajátítani a nyelvi képzésüket. A tanköteles korba lépő gyermekeket áprilisban az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időpontban kell beiratni, a lakóhely szerint illetékes, vagy a szabadon választott iskola első év folyamára. A hatályos törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A kormányhivatal, beszerezve a települési önkormányzatok véleményét, meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanulót, aki életvitelszerűen az intézmény körzetében lakik. A körzeteket a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes arányának biztosításával szükséges meghatározni. Jogos felvétel elutasítása esetén a KLIK tankerületi igazgatójához kell fordulni jogorvoslatért, amennyiben ez sem vezet eredményre, a kormányhivatalhoz. A 2017-2018-as tanévre történő általános iskolai beiratkozásra 2017. április 20-án és 21-én kerül sor. A szülő a beiratkozás során köteles bemutatni a gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.